Ferenczi Péterné tanítónő arról szólt, hogy több mint 20. éve tanít a refiben. Igazából hagyományos módszerekkel dolgozunk, például az olvasás tanításában a hangoztató elemző összetevő módszert alkalmazzuk, ami igazából egy laikus számára furcsán hangzik, és olyan furcsa szavak, de úgy történik a tanításunk, hogy a gyerekek meglévő ismereteiből bontogatjuk ki a hangokat, amelyekhez aztán később már megtanítjuk a betűket, és ehhez kapcsolódóan folyamatosan tanítjuk párhuzamosan a betűk írását és az olvasás tanulást. Nehéz egy kicsit a hangok összeolvasása, de ez a mesterség, ez minden elsősre vár, és azon dolgozunk, hogy ezt mindenki el tudja sajátítani, és megküzdjön ezekkel az akadályokkal. Matematikából is a gyakorlati tevékenységből alakítjuk ki azokat az ismereteket, azokat a fogalmakat, amire szüksége van egy elsős kisgyereknek, és az összes tevékenységünket áthatja a játékosság. Mindemellett fontosnak tartom azt is, hogy olyan modern módszereket és eszközöket használjunk, amik a mai gyerekek számára már nem újdonságok, de ezekkel lehet tanulni. Ezért aztán az iskolában modern kivetítőket alkalmazunk, amire mi is gyártunk anyagokat, és a tableteket is használjuk egyen-egyenként a gyerekekkel. Ezekhez saját magunk készítünk feladatokat, és ezek nagyban segítik a munkánkat, és fenntartják a gyerekek érdeklődését, hiszen a mai gyerekek már ezekhez az eszközökhöz vannak hozzászokva, és miért ne használjuk őket. Szerencsére a mi iskolánkban megvan a lehetősége és a feltétel ehhez. De emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a hagyományos tudás elemeket átadjuk, és olyan biztos tudást adjunk a gyerekeknek, ami megalapozza az egész iskolai életüket. Általában első és második osztályosai vannak. Ezen kívül a felső tagozatban énekzenét oktat, és az énekkart is vezeti. Ebben az iskolában már több mint 20 éve tanítok, és általában első-második osztályos gyerekeket, ez a profilom, de az első és másodikos gyerekeken kívül még éneket is szoktam tanítani a felsősöknek vagy nagyobbaknak, és az iskolai énekkart vezetem. Ez ebben az iskolában a feladatom. A pedagógus szólt az iskola előkészítő foglalkozásairól is. Elő kell készíteni a következőt, és ideje korán el kell kezdeni azt is, hogy a gyerekekkel megismerkedjünk. Az óvodások már alkalmasak arra, hogy bepillantást nyerjenek az iskolai életbe, és ezért szoktuk már október végén elindítani az előkészítő foglalkozásokat. Két hetente várjuk az óvodásainkat, hogy megismerjük őket, és egy kicsit közelebb kerüljenek hozzánk is, és otthon érezzék magukat itt az iskolában. Az előkészítő foglalkozások tematikája a hagyományokhoz, a jeles napokhoz, az évszakokhoz kötődik leginkább, és e köré csoportosítjuk a foglalkozások teendőit. Az idén eddig körülbelül 60 gyerek jelentkezett az előkészítőkre, és igyekszünk úgy kialakítani csoportokat, hogy egyszerre 4 helyszínen foglalkoztatjuk a gyerekeket, 4 kollégával dolgozunk együtt. Mindezt azért, hogy minél több figyelmet fordíthassunk egy-egy gyerekre, és összehangoljuk a különböző tevékenységeket, de így színesebbé is tudjuk tenni a foglalkozásokat, hiszen a kézművesség, a irodalmi részek, a mesék, a versek mellett még tudunk angol
foglalkozásokat, vagy ilyen kis angol jellegű játékos tevékenységeket megvalósítani, és az informatikába is belekóstolnak a gyerekek, amit nagyon-nagyon szeretnek. Mondta el a tanító, majd arról beszélt, hogy a tanításban a hagyományos módszerekkel, a gyakorlati tevékenységen keresztül alakítják ki azokat a fogalmakat, az ismereteket, amelyre szüksége van a kiselsősöknek. A modern világ taneszközeit is nagyon fontosnak tartják, hogy megjelenjenek az iskolai oktató-nevelő munka során, amelynek a gyerekek is nagyon örülnek, hiszen könnyedebbé és játékosabbá teszik az iskolai mindennapokat, a tanítást és a tanulást egyaránt.